Nem tudom megmondani, mi a fontosabb a környezeti vagy a társadalmi cél. Meg azt gondolom, hogy valamennyire együtt is indult a dolog. Viszont az első próbálkozás, amikor már tudtuk, hogy inkább egy közösségi cél lesz fontos ezzel a gondolattal, mint egy egyéni cél, akkor nagyon-nagyon gyorsan bejött az, hogy azok az emberek, akik akkor munkanélküliek voltak, asszonyok, tartósan munkanélküliek, azoknak nagyon nagy része betegséggel küzdött, gondok voltak azzal, hogy munkanélküliként hogyan maradnak jó lelki állapotban. Hogy nagyon sok ember már gyógyszert szedett akkor. És akkor derült ki a legelső foglalkoztatási program alatt, hogy ennek a munkának bizony van terápiás haszna. És akkor viszont rámentünk arra, hogy jó, akkor hogyan lehet ezt jól csinálni. Hello, Rebeka, mit csinálsz? Szia! Most éppen összeillesztem ezeket a 10x10-es megkorgolt négyzeteket. Melyik része a kedvenced? Ezt szereted csinálni, vagy valami más? Technikailag a hurkolást szeretem, amivel a párna készül, vagy a szütyők. Hurkolás? Hurkolás, van szára hurkolás, és a szütyők pedig sík hurkolásra készülnek. A horgolás az nekem inkább ilyen hobbi, tehát azt hobbiként szeretem. Bekerülésnek az az útja, hogy az emberek eljárnak nyitott műhelyre, megnézzük, hogy jó-e nekik ez a munka, mi megnézzük, hogy szerintünk is jó ez a munka. Utána, amikor valaki bekerül, csinál magának egy párnát, amiből van ott egy stóc, hogy itt a helyem, csinál magának egy kosarat, hogy ez meg a munkahelyem, és utána jön az, hogy ezután a két gyakorlat után, hogy beszállnak az emberek a közös munkába, vagy mennek egy egyéni fejlesztés útján, hogy megtanuljanak minél több mindent a technikákból. Volt egy kísérletem, hogy ne csíkos legyen egy párna, hanem más mintájú, és három különböző ilyen picike kis kísérletem volt más mintákkal. Mindegyik párnába kevertem a szára és a sík hurkolást, és úgy tudtam megoldani, hogy más mintájú legyen a párna, és ne csíkos. Az egész technika mögött számomra ez a szálak összefüggésének a metaforája, meg annak a sokszínűsége áll. Pontosan megtapasztaljuk, hogy hogyan áll össze egy egység, mennyi választás, mennyi szabadság van benne. Hát nem sok munkahelyem volt, de nekem inkább az, hogy a betegségem révén ez a kreativitásban ki tudom élni magamat. Uh-huh. Tehát így nem érzem azt, hogy csak azért jövök be dolgozni, mert kapok érte pénzt, hanem amit csinálok, azt szeretem csinálni. Az emberek ezáltal reményeim szerint megélik ezt a én vagyok az életemnek az ura. Van lehetőségem a választásra, az alkotásra, hogy szerintem ez a legfontosabb talán. Meg hát az összefüggések, tehát hogy az emberi sorsok, azok így valóságok, meg az emberi viszony, ez, az egy valóság, az egy szövedék.